A szakember szerint két héttel korábban van a szület a nagy nyári meleg miatt. Már annyi, olyan szinten, hogy a legelső szőlőket, például az Olivért augusztus elején elkezdtük születelni. Úgyhogy most a, most a héten már, héten, jövő héten már, már elég jó a vörös illetve a későbbi fajtákat is születeljük. Úgyhogy nagyjából a tervek alapján hát szerintem egy jó két héten belül véget, véget fog érni a szület. Az idejében, akinek sikerült a május, végé, június elején, nagy esőkbe megvédeni a szörötők, szép termésre számíthatnak. Komoly szakmai háttér szükséges ahhoz, hogy jó borok kerüljenek a palackba. Hát az ötlet az nekem még, még, általános iskolában, nagypapám pincéjénél határoztam el, hogy én borász szeretnék lenni, és azóta is ezt a pályát jártam végig. Előbb Bogláron, majd Kecskeméten a főiskolát, illetve a szakmérnökét is ott végeztem, mint borásznak. Hát a borásznak gyakorlatilag a megfelelő alapanyagból kell ugye tudni készíteni jó minőségű bort. Hát ez a főként a pince munkában. Én mondjuk szőlész és borász is vagyok, tehát a, a szőlőnek teljesen tavasztól őszik a pincebe kerülésig, illetve még a pincében a borkezelésig, amíg a palacban nem kerülnek a, a, a borok, addig, addig foglalkozunk vele. Jó minőségűek a délbalatoni borok, és azon belül a marcali borok? Igen, igen. Én azt tudnám mondani, hogy a délbalatoni borvidék borvidék egyre inkább elfogadja, illetve eléri azt a, a presztízsét, amit, amit megérdemel. Jó példa erre, hogy a dél-balatoni borvidék, vagy balatonboglári borvidék, ahogy most hívjuk, húknak több ö, ö, év borásza is van, többek között ö, ö, Boglár környéken is, de ugyanez a, a marcali hát, hát termőszőlők semmivel se ö, rosszabb minőségűek, mint, mint akár Boglár le, le ö, vagy akár a, a, az országnak egész más tájain. Több példa is van erre, hogy például a mi pincészetünkkel is, ö, ö, például egy pár hete a mi és olivén nyerte Csongrádi Borfesztiválon hazlett af fesztivál bora a, a, helyi borokkal ellentétben. Milyen az idei termés? A, az idei termés, én azt mondom, hogy mind mennyiségben, mind minőségében egy átlag, esetleg egy kicsit az átlag feletti tud lenni, főként itt a, ha most ez a mostani esőzések, amik voltak, ha nem tesznek úgymond keresztbe, akkor, egy, akkor igen szép minőség fog, fog belőle kialkolni a, 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 a nagy nyári, mert meg miatt. már említettél borokat, de a szavó pincészet mégis milyen borokat járt, milyen borokkal foglalkoztok, milyen szőlőkkel? Mi, mi főként a, a, a repertoárunk, illetve a termékskálánknak a 80% -a az fe, f, fehér, illetve rozébor. Mi, mi, inkább ez a friss, üde, gy, gy, gyümölcsös stílus, illetve vonalat képviseljük. Épp ezért van, hogy túlsúlyban vörösborunk mindössze kettő van, kékfrankos, illetve kaberni, és ő is ezek borok inkább a, a, gyümölcsös vonalat hát, ö, ö, visszük, mint a, mint a, nagy, majd testes tölgyfordos sérülést. De ezen kívül az Irsajolvér, Zenit, Sardoné, kékfrankos rozév fajtáink, illetve, illetve olasz termelünk és palackozunk. Itt beszélgetünk róla, hogy fesztiválokon és nagy rendezvényeken is részt veszel országszerte. Fontosnak tartott, hogy népszerűsíts a bort, és így lehet a magyar bort népszerűsíteni? Igen, én mindenképpen ennek a, ennek a, pártja vagy, ennek a pártján vagyok. A fesztiválok kifejezetten azért jó, hogy ott, ott, teljesen széles célközönséget lehet, lehet, megcélozni, és, és ott ö, könnyen meg lehet ismertetni az ott lévőkkel. Ugyanis ott nem kell megvenni egy egész szüveggel, ha valakinek nem ízlik, csak kóstol egy, egy decit többfajtából is, és akkor jó el tudja, ö, könnyedén el tudja dönteni, hogy az a stílus ízlik -e neki, vagy, vagy nem. És ez a fiatal korosztálytól egészen az idősebb korosztályig, igaz, könnyen megvalósítható ilyen fesztiválokon a borász kedvenc bora? <laughs> Nekem a kedvencem. Én a sardonénk az, ami itt, szeretem. Én inkább sz száraz bor kedvelő vagyok főként. Ebből a repertiárból, de hát ez mindenkinek ízlése, ízlése válogatja. Tehát valaki kifejezetten a, az írseit a, a gyümölcsössége miatt keresi. Ugye mostanában nagyon lépszerű a, a fő, főként a fiatalok körében. De hát ugye a vörösborokat se szabad hát elfelejteni, de nekem kifejezetten a sardoni az, ami a kedvencem. A szőlő nagyon jó minőségű, így várhatjuk az igazán kiemelkedő borokat is.